Nézd meg, ennek milyen gyönyörű színe van. Az életerő látszik rajta, igen. Igen. Vannak világosabb, vannak sötétebb sárgájúak. Ugyan fajtától függően, milyen igen. fajta. Kizárólag a fajta kérdése? Fajta és termelhely. Itt meg hörtincslány, igen. Egy beleszaladt. Elindul az elején és a vége is lemegy. De finom, ugye? Finom. Így nyersem. Így kéne enni. Egészségetekre. Egyik sokkal savanykásabb, mint a másik. Na így csak kocintottunk még. Egészségetekre. Hát ez aztán egészség, nem? Így van. Nyers, friss, életerő. Szilvát is megkóstolod? Az már nem úgy néz ki, mint a tojás. Finom az milyen is, fajta? Ugye? Hármas. Szilvia. Szilvia? Az is ceglédi fajta? Nem ceglédi fajta, mert itt van egy komoly fajta gyűjtemény, 220 szilvánk van egyébként. Ezek magyar tájfajták, és vannak Európa minden részéből, Bulgárián keresztül, szerbiai, román, rengeteg német fajtánk van. Ez olyan fantasztikus, hogy ti ilyen komolyan veszitek itt a nemesítést, meg a fajta kérdéseket, hogy még fel is dolgozzátok lekvárnak, kompótnak, és ti itt az intézményben főzitek meg. Ezt itt főzzük meg. Köszönöm. Vannak ilyen kis kísérleti üstjeink, és akkor abban ezeket a kísérleti mennyiségeket, ezeket itt vizsgálgatjuk, nézegetjük, mert hát végül is nem csak friss gyümölcsként érdekes ez az egész, hanem feldolgozott gyümölcsként. Hát igen, mert valószínűleg hát megváltozik. Azt próbáljuk ugye itt szimulálni, vagy utánozni, hogy mi történik a háziasszonyoknál. Komoly kutatók, meghívott vendégek jönnek. Neked is egész jó érzéked van, ahogy látom itt a bírálat, az már egyből kiszúrtad itt az egyik legújabb hibridünket. Az a legjobb. Hogy az igen, milyen jó megelőzte, igen. Az egyébként nagyon jó ízű gönci magyar kajszit. Ja, ez egy nagyon összetett tudás, óriási ez a sok kóstoló, ami hát, itt van. Itt van 22 hely, és hogyha 22 bíráló mondjuk egységesen kihoz egy fajtát, mint te ezt az előbb említett hibridet, akkor azért arra fölfigyel a szakma is. Ez az ország legnagyobb állami cége, ahol vagyunk, nem? Hát annak az egyik telephelyén. A kutatásban mindenképpen a legnagyobb, tehát azért 23 városban működünk. Gyakorlatilag a mezőgazdaságnak az élelmiszer előállításnak minden területét lefedjük. Gyakorlatilag szerintem nincs olyan ember. Mi a cég neve? Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ. Egy ilyen nehezen megegyezhető neve van. Igen, igen. De szerintem minden ember találkozik velünk, csak lehet, hogy nem tud róla. Korszerű kutatási szemlélet van-e Magyarországon, ez érdekelne, hogy már nem a permetezés felé megyünk el, hanem inkább olyan fajták felé, amikre nincs szüksége ezekre. Termetezésekre. Amiről majd szó lesz, nemesítési programok is ugye ezt célozzák, hogy úgy keresztezzünk, hogy vigyünk be természetes úton, természetes módszerekkel olyan szülői tulajdonságokat, amit látunk esetleg vadfajokból, és ezért fontos a gyümölcsgénbankok szerepe itt nálunk, illetve a NAIC-ban. Nagyon szépek a befőttek. Egészségetekre. Köszönöm. Tehát, hogyha tulajdonképpen virágos kertet, Baromfi udvart, vagy zöldséges kertet, vagy gyümölcsös kertet, bármit szeretnék, akkor úgyis találkozom veletek. Akkor megkerülhetek. Egészség! Komoly folyamat, ami itt zajlik. Próbáljuk a természetet utánozni, mert ugye természetben a méhecske
az normálisan megporozza a virágokat. Igen. De hát ez egy nagyon esetleges, véletlenszerű dolog. De hogyha mi mondjuk találunk egy apát, ami nagyon jó rezisztencia tulajdonságokkal bír. Jó ellenálló. Jó ellenálló, vagy egy anyát, amelyik mondjuk nem fagy el, mert most mondjuk van egy nagyon jó fagy, és hogyha valamelyiken ott marad a gyümölcs, akkor ezt kijelölik a kollégáink, akik a nemesítést végzik, és azt mondják, hogy ebből a kettőből szeretnék egy olyat, ami nem is fagyérzékeny, meg ellenálló is. Meg még finom is. Meg még jó gyümölcse is van. Mert gyakran van olyan, hogy a nemesítőnek sikerül minden művelet, és 5 év múlva kiderül, hogy egy ilyen pici kis gyümölcs van. Hát vagy nem elég édes. Nem elég illatos. Tehát ez csak ilyen fiatal kollégák tudják elkezdeni, mint mondjuk az Elina. Ez nem gémmanipuláció, ez nem gémmódosítás. Ez egy teljesen természetes dolog, csak egy ilyen csinos, hogy utánozta most a méhecskének a munkáját. Ezek már más biológiai állapotban vannak. Ettől a párától maradnak életben? Ettől maradnak életben, mert ezeknek a természetes közegük, ez ugye a föld volna. Igen. Normál esetben ezeket ilyenkor már el is adtuk. Hát de most jött későn ez a hideg. Ezért kellett kiszedni, mert hogyha most jön egy vevő, akkor ezt egyből oda tudjuk adni neki, de most a fagyok földben nem tudnánk kiszedni. Értem. Viszont ha már kiszedtük, akkor meg olyan állapotot kell fönntartanunk, amiben ezek jó minőségben életben maradnak. Jó munkát! Most Mirobalán alanyra oltanak egy szilvát, ez a Stanley szilva. Lehetne csinálni egy kajszit is? Neked ide készítettük ezt a kajszi oltócsapot. De régi fajta? Ez egy gönci magyar kajszi, ennél régebbi nem is kell. Szuper! Tehát a lényeg, hogy egészen gyökér fölött el kell így ferdén vágni? Ezt gyakorlatilag a gyökérnyakba itt ered a legjobban. Uh-huh. Így ferdén elvágjuk. Vágunk egy meclapot, akkor abba vágunk egy nyelvet. És akkor veszem az oltócsapot. Itt fontos az, hogy nagyjából hasonló átmérőjű legyen. És egymásba kell csúsztatni. Kicsit összehajtjuk, és akkor így ide tekered. Hogyha meg akarnak tanulni oltani, először tanulják meg bekötözni az ujjukat, kedves nézőink. Hát én ezt nem tudom elvágni. Nem jó? Nem jó? Így kell tartani, tehát itt végig is megtámasztod egy kicsit magadat. Hasamat is? Igen? Neked nagyobb. Már akinek van hasa, ugye ez kell a has először is. Ja. Tehát itt megtámasztod, és így húzod meg ebbe az irányba. Jó. Hát nem teljesen veszélytelen, de azért ezt a kertészeti egyetemen oktattuk a hallgatóknak. De ez iszonyú kemény, figyelj ide. És akkor utána itt bevágod. Azzal vigyázni kell, az igen. Ezzel még jobban kell vigyázni? Ezzel még jobban kell vigyázni, mert... Aha, tessék. Most már érted, miért kell a kötözés. Nem vágtam el, de befejeztem. Ezt is kössük mellette. Légy szíves, oltsál be nekem egy ilyen gönci barackot. Elég szoros, és akkor le kell viaszolni. Akkor ez az enyém? Ez a tiéd. Ezt közösen csináltuk. Ha terem, akkor hozok belőle, jó? Majd amikor vagy elismerjünk, vagy elismerjünk. Vagy legalább folyékony állapotban. Nagyon köszönöm. Belőle, hát lehet, hogy lekvár több fő belőle, de köszönöm szépen.
Végre egy árus, szia! Aki tartó, hideg van, szervusz, Füle Ferenc. Hideg a kezed. Tán csak nem csíra mellét árulsz. De ezt jól látod. Ma már kevesen látnak neki, de akkor újból lehet a piacon kapni. Persze, hát ez nem egy ilyen ipari élmiszer, hogy beleteszünk ezt, azt, azt összekeverjük, becsomoljuk azt mellett a boltokba. Itt figyelni kell az alapanyagra, hogy jó legyen, aha, meg az egészre, hogy, hogy A-tól B-ig ez így szépen főcímkézve a piaci árusokhoz szépen kikerüljön a pultra. De egyébként a búzát magát is ti termelitek? Persze. Persze. Ez vagyunk őstermelők, ja, ugye, hogy a, hogy a földtől egészen a felvásárlóig mi csináljuk A-tól C-ig a terméket. Figyelj, te az én emberem vagy, ez a pult az, amit én igazán szeretek, ilyenkor a sültök meg a csíra mellé. Hogy bírod, ez hideg az év leghidegebb napja? Van, tél van, oké, de nézd körül, úgy, senki, szinte senki nincs rajtad kívül, csak nincs, te vagy. Nincs, én kitartok. Te rendes gyerek vagy. Ez téli élelmiszer, úgyhogy hiába jövök ki júniusban, meg májusban, amikor itt a frissetek, meg a frissaláta, akkor ez nem tud már érvényesülni. Na jól van. Azért veszek, amíg nem jutok el hozzátok, egy kis csíramálit, meg egy kis sültököt. Napot kívánok! Magánál aztán vannak vevők most is, hát mivel... Pedig az idő az, az, idő az nem kedvező. Nincsenél rosszabb az évben biztos. Így van, a leggyengébb piac, az év leggyengébb piaca. Hát a leghidegebb napja, leghidabb, széllel és hóeséssel. Tavasz helyett a tél jön. Meddig vannak ki a piacon? 11-ig. És utána otthon megy a munka, hát nem? Utána megy otthon. Akkor most kijövök, megnézem akkor a gazdaságot, jó? Szívesen várom. De azért megnézem még, mik vannak. Túró, vannak itt ordák? Nem, ezek gomolya tehén sajtók, többféle ízben. Aztán van érlett sajtunk, pohárnyicájaink vannak ízesítve, illetve füstölve. De mind tehén? Ez tejből. Mind tehén, tejből készít persze. A szomszéd a kecske teljes, ugye? Nem, a kecske teljes az, ő most a Karcsi bácsi. Karcsi bácsi, neki, nem hozott. Gyesen van. Tele van kis kecskékkel, mi? Gyorsan teljen ma az idő, és utána pedig, hát nem tudom, jó meleg szobát. Hát az lesz, majd egy kis ideig utána lehet menni kifelé. Lehet tovább dolgozni. Így van. Viszlát, minden jót. Köszönöm szépen, csokom. Hogyha már befurakodtam vendégségbe, akkor majd besegíthetek. Túrós lepényt fogunk készíteni. Túrós lepény? Igen, a saját túrónkból. Legalább egy picit pihentek. Hát egy kicsit ránk is fér. Hát, hogy gondolom. Akkor viszont az a recept lesz, amit én ismerek. Hát, nem megköszönjük, baj? Legalább elsajátítjuk. Azért egy kóstolót csak megejtek. Nagyon finom. Köszönjük. Fendek a liszt, jól elkeverjük benne a sütőport, a vajat elmorzsoljuk. Kis tejföld kérhetek? Igen. Akad a háznál tejföld? Akad, piacon vettem. Kóstoló. Kitől? Egy nagy fekete, magas, morcos. Cukrot is szeretnék ehhez kérni. A fél kiló liszthez van ugye 25 deka vaj, fele annyi vaj, 15 deka cukor, 3 sárgája elég, 2 evőkanál tejföl, pici só, és majd egy nagyon pici tejjel fogjuk addig lágyítani, még olyan jól nyújtható tésztát nem kapunk. És akkor majd a túróba kerül bele a vanília, meg a citromhéj, meg a mazsolla, meg a tojások felvert fehérje. Nagyon nagy szabadság, amikor az ember önmaga a gazdaságát viszi, de nagyon nagy kötöttség is. Hát így van, így van. Hát az embernek az élete ez, az élete munkája benne van. Te is Ceglédi vagy? Nem, én vagyok a Nyársapáti. Te vagy a Nyársapáti. Én fél Nyársapáti vagyok. Mert... De gazdálkodók voltak a... Igen, csak mi zöldségfélével foglalkoztunk. Aha. Akkor tudtad, hogy mit választottál? Hát igen, igen. Mire azt mondtál igen, inkább azt mondom, mert te választottál. A piacon. A piacon. A piacon. Nem, a piacon.
piacon. Igen. A Cengrédi piacon ismerkedtünk meg, mert de jó. Jó feleséget piacon lehet találni. Beteszed ezt egy picit a hűtőbe. Igen. Köszönöm. És akkor 60 deka túró, nagyon finom túró, jön egy csomag mazsola, egy jól megmosott vagy kezeletlen citromhéja. Tudod, mit segíts még? Azt igen. A fehérjét felvered nekem igen, kemény habbá. 25 deka borcukor. Ez a mennyiség egyébként egy közepes tepsire, erre tökéletes. Egy kanál lisztet teszünk, hogy a túró ugye ne lágyíts el az alsó tésztát. És akkor az alsó tésztára is fogok szórni egy kis rétes lisztet, mert még az is felvesz a túróból, és akkor nem lesz ilyen szalonnás az alsó tészta se. És amíg megsül, mi átmegyünk, jó? Utánunk hozod a sütit, ha kész? Mindenféleképpen. Szegény nagyszüleink, ha tudnák, hogy mennyivel egyszerűbb most a fejés, ugye? Hát, nagyapám elcsodálkozna, hogyha sírtelen ezt látnám. Mert nagyapádnak is voltak termei? Hát itt, ez az ősi tanya. Ez az ő birtoka. Ez az ősi tanya. Igazából csak 5 tehén, egy lóból, meg néhány hektár föld. Ezt én igazából 99 óta vettem át. Előtte is csináltam, végül segítettem nagyszülőknek. Iskolát is úgy végeztem el, hogy elkezdtem gazdálkodni, akkor kicsit nagyobb mennyiségben, több tehénnel. Azért ez a 20 akárhány tejelő tehén, hát azért az még egy kis gazdaság. Ez egy kis gazdaság, az még van. Tud minőséget adni. Hogyne, hát igyekszünk. Igen, hát ezért tudtok ilyen minőséget előállítani. Hát ez az alapja mindennek gyakorlatilag. Tehát a tejnek a minősége az nagyon fontos ahhoz, hogy jó terméket készítsünk belőle. Ledobja a tőgye, hogyha végzel? Maga a tehenszél szedi le. Tehát érzékeli, hogy kevés tej jön belőle, és utána még egy 16 másodpercig van egy utófejés stádium, utána saját magát leveszi a gép. És akkor így fertőtlenítitek ezzel? Így fertőtlenítjük le. Ebben egy ilyen propoliszos gyógynövényes. Propoliszt. Nagyon jó. Köszönjük, jó munkát! Ebben a pillanatban, amíg fejtünk megszületett. Ő nem csinál bajt a másik? Nem, ő csak csodálkozik rajta. Ilyenkor anyáskodnak, körbe szokták venni a többiek is, megnézik az új jövevényt. Aha, drága vagy. Ez meg ilyen szelíd? Hát, mindegyik nem szelíd. Bántjuk őket. Igen, látszik, hogy szeretitek őket, mert teljesen szelídek. Hát nem nagyon szaladnak el. Hát nem. Szép pillanat volt. Légy hát ez, egészséges. Hál' Istennek elég sűrűn előfordul nálunk. Beoltott
tej. Igazán. Tehát a frissen fejt tej belemegy egy ilyen kádba. Belemegy egy előmelegített üstbe, igen. 37-38 fokos hőmérséklet. Ebbe kiválóan szaporodik az a tejsav baci, amit beleoltunk. És csak az szaporodik szinte benne, amit beleteszünk, és ez nagyon fontos. Ebben az állapotjában lehet felmérni. Muszáj neki állni, hagyni legalább egy napot. Ez a tetején egyébként Ez a tejföl. Sokan ezt szokták végül is tejfölként értékesíteni a piacon. Ez annyira nem jó, mert nincs ugye szabályozva neki a tejföl lévvaló érlelődése. És ezt te benne hagyod a túróban? Ez benne hagyom, ez szintén lágyabban, így van, igen, sejmesebbé teszi. Na, tudok segíteni? Hát szerintem majd ezt fogjuk kitenni a csurgatókocsiba. Alul a savó van. Az alul a savó van. Ezt az értékes savót, ezt megkapják a tanyai malacok. Ú, de rossz az élet, mi? A kolbászként alakul át. Ez a... Kolbász lesz belőle. Ez értékes dolog. Nem szabad törni. Aha. Mert akkor nem adja ki a savót olyan szépen. Túl száraz lesz akkor. Túl száraz lesz, igen. Tehát így lesz a leveles. Tehát ti leveles túrót készítettek. Igen, igen. Ugye, igen, mert van a rögös túró, és van a leveles túró. Ez két különböző túró. Igen, ez az oltott. Ez az oltott túró krémesebb. Sokkal lágyabb. Igen, az pedig, hát mind a kettőt másra használjuk, más az élvezeti értéke. Mitől függ a minőség? Ugye a takarmánynál kezdődik, utána az állatok. Hogy tartod? Tehát az hát azt látjuk, ezek békések, jó, szeretve vannak, szép helyen, jó helyen vannak. Meg kell nekik adni mindent, hogy nyilván, ha mindent odaadok neki, azt kapom vissza a tejből. És amikor kész van a tej, abból lehet valamit kezdeni. Éppen megjött Tanikó is. Na, tessék! Meghozta a finom lepényünket. Elkészült, megsült, és ilyen gyönyörű lett. Szép nagyon. Fúliás barátnőtöknek két szeletet vihettek? Szeretettel küldtek neki. Beleszagoltam a vaníliás túró illatba, ő jutott eszembe. Na, ezért érdemes jó terméket készíteni. Látod? Utána az embernek örül a lelke. Egy. Sziasztok! Ja. Szia! Aztán, hát de ezt hogy csináljátok, már ne arra aggódjatok! Azt hittem, hogy a földet fogjátok előkészíteni. Hány fok van itt bent nálatok? 22. Akkor van egy 31-2 fokos hőmérséklet különbség. Igen, hoztam annyi biztos. Nektek egy-egy falat, pite még jut nektek is. Sajokkor! Ez spenót? Nem, az pakcsoj. Az mángold. És akkor ez mi? Az pedig mizuna. És ez egész télen így volt? Ez egész télen így volt. Óriásiak vagytok. Meglátjuk, hogy most ezt a minusz 15-et hogy bírja. Valamivel fűtetek? Vagy hogy? Ez csak a nap. Meg ez a belső réteg. Hogy még egy nylont felhúztatok ettől, elképesztő. Meg az oldala. Buborékfólia van oldalt. És a növények jól bírják. Úgy bírják jól. Az édes kemény. Ez édes kemény. És ha megszagolod, akkor közel sincsen olyan jó illata, mint nyáron. Aha, tényleg. Mióta gazdálkodtok így? Én parasztnak születtem. De jó. Úgyhogy gyerekkoromban is csak a szőlőbe szerettem, a mamával. És akkor, amikor városi életet éltünk, akkor is mindig volt kert. És akkor kijöttünk, azóta meg minden évben egy kicsit nagyobb kert van. Most és meg... mióta éltek ebből? 14 éve vagyunk a tanyán, de azért az, hogy ebből élünk, az erős túlzás. Tehát van mellette más munkátok is? Ez a női fizetés. Hány családot láttok el? Hát most olyan
50 családot, és dobozoltok, vagy rendelnek? Rendelés. Internetet tudnak rendelni. És te mit tanultál? Én cégek közelő vagyok. Tehát azért csak látod a lehetőséget anya munkájában, vagy az anya vonalában, a női, női fizetésben. A női fizetés. Csak egy kicsit ebbe. Fejleszteni a rajta. Csak ebbe látom. Csak ebbe látod. Szeretném, hogyha elmondanád, hogy hogyan gazdálkodsz. A történet ott kezdődik, hogy amikor gyerek voltam, akkor is ettünk. És a nagymamámnak is volt kertje, meg a szőlő közében megtermette krumpling. Igen. És nemhogy biovegyszer használt volna, semmilyen vegyszert nem használt. Persze. Használt rizgálicot, növénytársítással dolgozott, tehát egy csomó olyasmivel, amit elfelejtettünk. És amikor kijöttünk a tanyára, akkor volt ugye a kert, amiben most nyilván abban a kicsi kertben saját családra két gyerek van, meg a fizet, meg én, az de... bőven, de nem lett elég, mert a következőben nagyobb, és most ugye van egy hektár kertem hó alatt, mert ugye a fólia az Attiláé. Ja, a fólia tiéd? A fólia az, hogy most én itt garázdálkozz csak. Kísérletezik, mondjuk. De megengedett, hogy kísérletezzel. Igen, kísérletezünk, mert nekem is új, neki is új. Uh-huh. És ugye az egy hektár is úgy néz ki, hogy csak olyasmit engedek, amit nem laborból jön. Áztatok dohányt, rovarirtásra. Csalánt. Csalánt, levéltrágyázásra. Tehát tulajdonképpen akkor inkább a biodinamikus gazdálkodásra hasonlít az, amit csináltok. Hát, hogy a helyben termett gyógynövényeket használjátok. Ez az egyik. A másik, hogy már tavaly kertem, az permakultúrás volt. Na, a gyom között volt, jó. Ez az. Hát ez, igen, tehát megfeded a talajt. Hogyne, amennyi, hát homok. Csak nem szánszándéka volt. Az nem egészen szánszándéka volt, de nagy tapasztalás volt az is. Igen. Minden évben tapasztalunk valamit. Igen, igen. És ez nem egy túl gazdag talaj, és akkor enyhén fogalmaztam. Mivel őrzitek, vagy növelitek meg a humusz tartalmat? Én visszaadom, amit kiveszek. Tehát a zöldekkel. Nem hordom ki. Nem hát látom, ki. Van lovatok, van kecske. Így van. A kert az intézi magát. Hogyha jól üntetünk, akkor szinte nincs. De és mi volt az Attila, ami miatt úgy döntöttél egy ilyen fényforgácsoló szakma megszerzése után, mégiscsak ez az anyai oldal, ez a jövő? Itt történik valami. Ennek van értelme. Annak, ami egy gyárban történik, számomra nincsen haszna. Nem éri meg érzelmileg. Uh-huh. Itt azért látni a vásárlókon is, hogy fontos, uh-huh. Meg hát azért nem mindegy, hogy milyen közegben dolgozok egy napi X óról szállt. Ez biztos, hogy elég ha lesz. Most mentek a misiékhez kiskecskét nézni. Kiskecskéjük uh-huh. Van. Nem is egy. De jó. Akkor szerintem ez a saláta el fog fogyni. Jó, hát tudom, ők főznek vacsorát. Vacsorával várnak, igen, azt igen, tudom. Igen. Kacsát sütnek. Igen. Na, ahhoz egy ilyen jó vitamin saláta, ha csak nem adom oda a kis kecskének, tudod, mert itt a kutyákat is azért van egy szelettel, jó, nézd, azt ottan, az azért néz ki, ja, úgy, mert a kutyái, hát hogyne. Elkönyörögték, hát ismerem őket. Hát útközben muszáj volt adnom nekik. Jól néz ki. Mennyi idő alatt csírázik így ki? Az étkezési búzát egy napig áztatjuk vízbe, és utána ezekbe a lemezekbe kiterítjük, 6 nap alatt éri el ezt a másfél-két centis csíra magasságot. De ez lyukacsos? Ez lyukacsos, igen. Naponta háromszor locsoljuk, lényeg, hogy nedvességet kapjon a búza. Meg a de ott a csiráztatóban ilyen langyos, meleg a párás. 21 fok van neki meghatározva, hogy az tetszik neki, úgy nő szépen sötétbe. Uh-huh. Hogy ne zöldüljön meg a csirája, mert akkor elkeseríti a levet, az alaplevet. Amint bezöldül, keserül lesz? Fűz lesz az alaplének, onnantól kezdve a végtermék is lesz első osztályú. Aha. Ami ennek benne van a magjában is, a gyökerében ásványanyag energiatartalom, ott az már a zöldjében, a levélben jelenik meg. Aha. Na Boris, kimutasd. Na, ez azt a minden itt szép.
ahogy megsül, akkor is benne marad ez az iszonyatosan sok vitamin ásványi anyag? Az A, meg a K vitaminnak valamennyi marad benne, de inkább az ásványok tartalma. Az, ami a nyomósabb benne, ugye vas, réz, kálium, kálcium, cink. A nagy böjtökben őseink naponta kétszer ettek egy-egy nagy adag csiramálét, és sokkal energiadúsabbak voltak, mint most azok, akik kondizni járnak. Piacon mondtad, hogy magatok termelitek a búzát. Igen. Az a biztos. Jó minőségű táptalaj kell neki, meg hát ugye víz, ami kell a gabonának a megtermeléséhez. Édesanyáink korában ez egy családi szertartás volt húsvét előtt. Összehívták a család legerősebb férfiait, amikor kézi hajtásos útdaráló volt, 5-6-an végigizzadtak, mikor ennyit ledaráltak. A következő hétvégén a másik család csinálta ugyanezt, és akkor húsvétig mind a 40 napon megvolt minden családnak a hétre való friss csiramálé készítve. És akkor most, ahogy ezt így elkevertétek a vízben, a darálékot, akkor ezt most le kell szűrni? Hát ezt egy óra hosszát így hagyni kell, hogy összeérjen, fogalmazzam jól kioldódjon. Úgy. Aha, és akkor egy óra után majd ez a szeparálógéppel szétválasztjuk a sűrejét a levétől. Ez egy jó kis gép. Igen, 3 évig terveztem, és 5 szakember adta föl, hogy nem csinálja tovább. Elkészítettük frissen a tönkölybúza lisztet. Tetejében tönkölybúza, és az is saját. Ezt tudni kell, hogy a legegészségesebb búza a tönkölybúza, ettől csak az egészségesebb az alapkor búza. És akkor, hogyha otthon készít valaki, akkor mi az arány? Tehát körülbelül, mert nem lehet keverem én. Keverette 1 liter léhez, mert 80-90 dekaliszt szükséges, meg amit felvesz. A palacsina tésztánál sűrűbb legyen, de ne legyen szakítható, mint a nokedli tészta. És mennyi ideig, meg hány fokon sütitek? Ezt 200 fokon kezdem el sütni. És amikor elkezd felfutni, akkor másfél óráig sütöm még 180 fokon, és akkor végig adok egy 20 percet még ilyen tartalékról, hogy visszaülepedjen. Mehet be a sütőbe. És mennyi kell hozzáadni, még tojást, vagy valamit, hogy összeálljon, vagy nem, hogy lesz? Semmit nem kell hozzáadni, ezt majd a gép fogja préselés folyamán összeállítani egy nemű anyaggá. Jé, tehát egy ez ilyen porszerű anyag a igen, tészta. Igen, ez nem egy gyújtott tészta, hanem ez egy préselt tészta. Más az állag, amikor megfőzöm a préselt tésztának, mint nem. Semmi. Csak a készítési, tehát a gépeknél az eljárás maga más. Így van. Most milyen tésztát készítünk? Most cérnametéltet? Azt még a mamánál nyújtottuk, utána daráltuk, vagy így tekertük le. Háromféle méretben lehetett. Illetve az én nagymamám vágta késsel. Jó, hát legelőször még vágta. Még az erő, olyan sebességgel. Igen, és akkor még nem voltak tésztagépek. Igen. Én nem bírom a levesben a tésztát, mármint a cérna metéltet meg a húslevesben. Vannak olyan levesek, bableveset, csipetke, az oké. Okay. De Varga Bélesnek cérna metélt, az is oké. Okay. Aval készültem igen. Nektek. Komolyan? Igen, készültem egy Varga Béles már benneteket, ha már cérnát csinálunk. De a laska is, ugye, mert laskából főzöl leves, mert igen, ez egy óriási hagyomány. Igen. Jó, és most ez elindítjuk. Ennyi. És van benne egy orsó, és ez folyamatosan ebbe a csőbe préseli kifelé a tésztát. Pontosan, ez folyamatosan mint egy forgatja. Aha. A tekerés? Igen. Adja.
gyorsnak kell lennie, kicsit hogy szépen lejjel. Lehessen csomagolni. Káosz lett. Nem, tökéletes. Jaj, de jó. Ezt napi hány órában hallgatjátok? Hát megrendelés függő, de 6-8 órában mindenképpen. Mióta vagytok tésztakészítők? 7 éve foglalkozunk de száraz tésztával. De mi az alapszakmátok? A férjem közterületfelügyelő volt, én bankban dolgoztam, és aztán jött a, nem is tudom, az ihlet, hogy valamit csináljunk a két kezünkkel, aminek majd eredménye lesz, igen. Hogy alkossunk valamit. Csináltunk egy saját kis picit. És megtanultatok a magatok kárán tésztát készíteni. Ez tényleg így volt a szószoros ételében. Ez sok-sok hónap volt. Egyébként ez a pirított tészta csak így nasinak is jó, hogy ezt miért nem árulják, mint a chipset, nem? Finom, ez tény. De csak zsírban sütve. Csak zsírban, így van, csak zsírban sütjük, házi zsírban lett lesütve. Nagyon kell sietni, vigyázni, mert ahogy fehéredik, azon a pirul is. Így van, és akkor jó, amikor hólyagosodik, akkor jó a tészta is. Na hát ezek szerint jó a tészta. Jó a tészta, igen. És mivel rajta marad a zsír, ugye még utólag is pirosodik. Így van, de ez adja az ízét, az amatát, az egész levesnek a lényegét. Így van. Akkor most zöldségekkel lesz. Zöldségeket fogunk hozzátenni, répát, burgonyát és zellert is teszünk bele egy picit. Ebbe kiolvasztjuk a szalonnát. Uh-huh. Jó kis füstölt íz. Az a tiéd. De jó ízű szalonnátok van. Házi. És akkor a kipirított szalonnának benne marad a pörce. Kivesszük, mert a hagymát meg kell majd egy kicsit dízelnünk, hogy ne égjen meg egyik se, kivesszük a pörcet, de vissza fogjuk majd rakni, mert a levesbe arra szükségünk lesz. Tulajdonképpen ez ugye a Hortobágyon ezt nem laska levesnek hívják, hanem öreg lebesnek. Öreg laska. Öreg Cegléden. Laska. Látom, van ilyen szárított zöldsége, van, amiben nincs van. Semmi. Ebben nincsen se só, se adalékanyag. Lehet kapni így ételízesítő helyet. Így van. Adalékanyagmentesen ilyen szárított zöldségeket. Rakok rá egy nagyon pici vizet, és akkor kérni fogok paprikát. Ez egy jó nagy kanállal mehet bele. Ez most már így nem fog megégni, úgyhogy vissza is rakjuk a tűzre. Kicsit fel fogjuk fűszerezni. Bors, kömény. Kömény, kömény, igen. És borsot is szeretnék kérni. Szeretnél akkor ebből a szárított zöldségből igen, egy kanállal mindenképpen. Jó, köszönöm. Tessék. És akkor most fogjuk belerakni a tésztát, illetve a zöldségeket is apróra vágtam, tehát körülbelül egy időben fog elkészülni. Tartalmas leves lett. Igen. És akkor ezt most hagyjuk, hogy megfőjön. Mennyi? Fél óra? Fél óra körülbelül. Jó? Nagyon finom. Örülök, hogy ízlik. És már is szép az élet, nem? Így van. Így figyelt rám ez a mazsoló. Szereted? Igen. Ez mert ez nem mindenki. Ketté osztja a társadalmat, igen. Tudom. Hogy hívják a kutyát? Lecsó, egy makkónapos kis mudi kutya. Ezt küldte Elvira. Igen, akkor kecskét is etetünk majd? Nem, ezt mi eszünk. Mi leszünk a kecskék. Gyere, zöldséget is. Nagyon komoly gazdaság. A komondor nem harap? Ő nem harap. Kip-kap, kip-kap.
kipkop. Szia! Szia, Borbás Marci! Szia! 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 Na, honnan jöttem? Elvirált. Milyen jól előkészültél itt. Igen, mert akkor nagyon komoly. Na, tehát akkor itt a kacsa. Itt a kacsa. De édesek vagytok. Rajtolnám. Sziasztok. Tehát a kacsa a specialitásod. Igen, nálunk nevelkedett. Mizsi tömte. Igen, ő egy tömött kacsa. De ügyes vagy, tudsz tömni. Tudom, igen. De csak simán kézzel és kukoricával. Hát mert úgy a leghumánusabb egyébként. Igen, ugye igen. Beáztatod a kukoricát, ki zsír. 24 órára áztatod kukorica zsírral. Az a legérdekesebb, hogy ami bizonyítja, hogy nem állat kínzás a kézzel való tömés, az az, hogy az 5 kacsát szoktam tömni egyszer, és sorba állnak, azon veszekednek, hogy ki az, aki az első legyen. És mikor jól lakott, akkor lefekszik szépen a víz mellé, és akkor ott iszogat. Akkor a krumplit én befejezem, jó? Így aprítsam össze? Csak én írdaljam a kacsát? Aha, a igen. Jó. Tehát akkor sült kacsa, tört krumpli, kacsa zsírral, igen, és párolt káposzta. Ú, szuper. Ez és mi? Ez lefagyasztott bírsalma azért ilyen barna, mert amikor felenged, akkor már megbarnul, de mindig teszek el belőle, és a sütősok közé el. Is teszem. Igen. Aha, és azt teszed be a kacsába? A kacsának a hasába. Nagyon jó. Csak a bőrt és a zsírt vágjuk át, és a húsban nem vágunk bele. Azért szuper ez a fajta, mert az izmok közt is van zsírja, tehát nem csak aha. A bőr alatt, és ezért nagyon puha lesz, és ilyen szaftos a húsa. Én hagyom a nyulaknak is ebből, jó? Vannak nyulak is. Igen, sok van. Hányféle állatotok van? Hát a baromfiak közül van pulyka, gyönyörű piba, fehér tyúkok kacsa, vannak, magyar fehér tyúk 10, igen, egy kakassal, vannak galambok és gyöngytyúkok is. Sertések. Sertés. Vannak kecskék, juhok, szarvasmarhák, 3, és ló. 8. 8. Hát meg gyerekek. Kutya, meg egy macska, és a lackó. A lackó macska. Igen. Tulajdonképpen van olyan állat, amit még lehetne tartani, mert most nézem, ott még 2 tengeri malac is. Ja, igen, őket kifejezik. A szamarunkat eladtuk. Szamár is volt. Szamarunk, igen, az Albert. Tulajdonképpen ugye te budapesti vagy. Igen. És te is jól valósul? Komárom-Esztergom megye, Kisfaludad, de én 10 évet Gödöllőn húztam le. Ja, hát akkor az is város. Onnan ismeritek igen, egymást az egyetemről. De az, hogy ennyi állat, ennyi féle és ekkora gazdaság, ezt te valaha el tudtad képzelni, vagy erre vártál hát, te is? Hát álmomban elmertem, de egyébként nem gondoltam, ah, hogy lesz. Ez megvalósul. Igen. De azért ezt mondjátok el, hogy ez mekkora munka. Teljesen mindegy, hogy egy disznónk van, vagy ennyi állatunk, igen. Akkor se tudnánk menni sehova. Úgyhogy amikor erre rájöttünk, akkor úgy döntöttünk, hogy akkor legyen minden. És több igazatok. Más ember ilyen helyre jár nyaralni. Igazából... Így van, ti egész évben nyaraltok. Igen, én is aha. Így fogom fel. Tehát ez nekünk egy ilyen megvalósított álom, ami és most teher. Mióta laktok itt? 7 éve. Tehát akkor már túl vagytok a nehézségeken, már megtanultátok, túl vagytok a buktatókon. Hát igen. Te komoly versenyző voltál, vagy igen. Még versenyzel most is? Most nem, vívgratásba versenyeztem. A legnagyobb verseny, amin mentem, az az Európa-bajnokság volt, ifi Európa-bajnokság. Aztán jött a család, jött a munka, akkor a versenyzés abban maradt. Most meg már a lovazást is egy kicsit másképp fogom fel, mint az most előtt. Már a... Most már a versenyzés annyira nem vonz, inkább csak a lóval való együttlét. Uh-huh. Kicsit másképp, mint és az a gyerekeket már tanítod lovagolni? Júcsi már vágtázik. Ne idegesíts, hány éves a Júcsi? A pónin 5. Szóval a kacsát beletesszük a kacsasütőbe, beletettem a bírsalmát, egy icipici vizet szoktam alátenni, rá a fedőt, és akkor úgy mehet be. 180 fokra szoktam tenni, és általában 2 óra alatt rákészül. Te meg olyan profi vagy, tehát besózod, becukrozod, beledörzsölöd. Így kell csinálni a párolt káposztát. Ez az én lovam, Samu, magyar hidegvérű csikó, 4 éves. Samu. Az innenső, a fontos hátra, a Csipke, a feleségemé. Csipke. Gyere, Csipke. Szia, Csipke. Hogy kerültetek ide?
Ceglédre. Ez egy szép történet. Megismerkedtünk az egyetemen, és én egy 5 évet lehúztam az egyetemi katedrán. És mit tanítottál? Szarvas marhatenyésztés, szaporodás, biológiát, tehát itt pont az érdekesebb részét a dolgot. És akkor egy év után feleségül vettem, és hát megnősül az ember, ugye akkor felmond, és akkor elköltözik a feleségével valahova. Egy kis tanyát vettünk itt. Ezt úgy mondtad, hogy ha megnősül az ember, akkor felmond, és akkor vesz egy kis tanyát, mint ez a mindenki ezt csinálna. Nem, de ezt így csináltátok, igen, így, hát nagyon irigylésem. Hasonlókat álmodtunk már az alatt az időszak alatt, amíg ismergettünk szűk egy év alatt. Így lett az, hogy legyen egy tanyánk, ahol megpróbálunk tiszta élelmiszert előállítani, és előállítani lehetőleg az összes élelmiszert. Ti a soknak a vágyát teljesítettétek. Igen, de úgy gondolom, hogy ma ez bárki számára elérhető. Igen, igen. Fölszállt a tyúkotok a fára. Igen, fent fog aludni a fán, a hó összetörte azt a jurtát, és akkor kiszedtem. Ja, hogy ez a mostani hó. Igen. És akkor egyből megtanultak fára menni a tyúkok? Itt hogyha figyelj, tyúkot akarsz rágni, mit csinálsz? Szóval a misinél. És te fölfászol a fára. Én felrepülök és megfogom. Ezzel és fogjuk a kiskecskét. Szerintem menni is kell, hogy ne hűljön. Kostalanítom a helyet. Kostalanítás kell? Van? Kiküldjük a kost, igen. A mindenit. Ez a cukiságfaktor csúcsa. Igen. Hát szívem, a kedvencem, aki ott köröm. Te mit csinálsz ott? Amelyik oda szokta nyomni a fáját. Gyere ide! Itt kell most szopiztatni, majd kint. Gyere! Gyere ide! Visszakíts! Hát te mit csinálsz? Ott van egy már a kezem. Hát szia! Akkor ő vele kezdjük, ha ő az önként jelentkező. Aj, de cupok, kérem! Igen, ő profi. Jaj, de édesek vagytok! Ötöt is kézből kell nevelnetek? Igen. És hány óránként etetitek őket? Napi ötször. Na itt ugye a 24 óra alatt ötször. De akkor éjszaka nem éjszaka kell ezért. De, éjszaka is. De van éjszaka benne éjszaka. Nem persze. Elég a két kis gyerek még ide, öt kis kecskéhez. Most újra van kisbabánk. Újból van kisbaba, öt egyszer. Ez egy igazi női munka, szív kell hozzá. Hát igen. Jó Istenem, hogy lefeküdt hozzá? Azaz. Van, amelyik nehezebben szakizik. Oh, igen, valakinél az elején is nehezen jó indult ez a dolog, de aztán rájöttek, hogy mit kell csinálni. Van egy dajkájuk, ott van bent. Igen, jó. Ülti ott azt a helyet. Hogy néz mert ő ki? Nagyon elfogadja a többiek kiskecskéit, igaz ilyen. Unalogatja is jellem, az idegen. És akkor hideg van, ilyen dajkai, dajkai jellem. Éjszakára a kicsibe becsukjuk őket, hogy meg is majd lesz kiskecskéje. Befűti a helységet. És most hogy néz, hogy mi történik igen. Igen. Ő a fűtőtest. Szép mama, dajka mama, ez óriási élmény volt. Most még bevezetjük Balut. Minusz 17 fokot mondanak ma éjszakára. Igen. Ő nem lakik a karámban a többiekkel, hanem egy boxban lakik. Ő az egyik kedvencem. Aha. De szia, igazából mi? Összeférhetetlenség miatt lakik boxban, mert nem jön ki a többiekkel. Ja, aha. Itt a csoki lakik. Ő a csoki, aki igen, van. Igen, ő nagyon fázós. És az fázós vagy csoki, de a frizurád neki óriási. Megmutatod még a bocit? Hozunk neki szénát mindjárt, jó? Jó. Mindjárt ránk sötétedik. De a gazdaságban ez minden van, akkor a reggel, szokott este az igen utolsó pillanatban. Igen. Mint egy mese. Azt mondom, igen. Ő Jersey? Egy mesebeli borjú Jersey, igen. Jó. A Jersey meg a kárpáti borszeres az két legszebb, nem? Szerintem is, igen. Thank you.
atyánk, Jézus nevében köszönjük szépen ezt a vacsorát, és köszönjük, hogy a Marcsit és az Elvirát nekünk adtad vacsorára. Amen. Jaj, de ne egyetek meg! Amen. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Mi köszönjük! Várom, nekem kell várni a vacsát. Ennél szebbet nem tudok mondani. Te már eszed a csörögét, Elvira sütött, mert nem bírtál üres kézzel jönni. Nem. Azóta sütöttél egy pogácsát, meg egy csörögefát. Tudom, hogy vendégváltás lesz. Ismered őket valahonnan. Meg ahol gyerek van, oda vinni kell valamit. Sütit, valamit. Amiket levágok ide az oldalára teszem ki, jó? Jó, de gyönyörű szaftos, látom, hogy miről beszéltél, igen, hogy a néma kacsának, vagy japán kacsa, ki hogy hívja, igen, ilyen szaftos, márványozott a húsa. Ugyanúgy, mint a mangalicának. Szoktatok pogácsa így összejönni egyébként, igen, a ismerősök, nem először persze vagytok együtt. Hogy találkoztatok? Van egy barát. Szeretnél volna jó salátát. Ugyanilyen vörös szakálla van, mint nekem, csak nagyobb, és egyik reggel 7 óra előtt idejött. Mondom, mi az, Géza, gyere, megyünk valahova, gyere. Bementük egy tanyára, ott volt egy hölgy, nem aki is tegeztem. Aki a legkevésbé is a hölgy, mert láttam, 7 óra, akkor valószínűleg gumicsizmában voltam. Mocskos navjával. És láttam, hogy abszolút alkalmatlankodunk, de a Géza feszi ezt, hogy gyerünk be Elvira a házba. Gyerünk, na, üljünk le. És azt mondta a barátom, hogy na, ugyanazt fújjátok, akkor most ismerkedjetek meg, és így hátra dőlt. Ja. 7 óra előttem kellett le. Mert hogy mind a kettőnket ismert, csak különböző helyről. Igen, innen ismerik egymást. És ugyanazt fújjátok, vagyis az, hogy vegyszermentesen, tanyán élve, gazdálkodva. Önellátva. Önellátva. A tanya egyébként azon fel, hogy Hungarikum, az egy lakóhely és egy munkahely egyben. Nagyon örülök, hogy megismertelek benneteket. Te örülsz? Ennyi elég? Hát hogy ne volna elég? Ilyen közel megyünk hozzátok. Igen, itt kezdődik kicsi Amerika. Kicsi igen. Amerika? Igen. Van, nézzük, milyen szép házak vannak itt már. Az itt van nálunk pénteken a nagy szentségi imádás, hogy a falu megtartsa ezt az utolsó vacsorát. Ez egy ősi szokás, ami csak itt maradt meg. A felejthetetlen fogásokat a Bosch támogatta.